És akkor csinálok egy pástitát az átadott 3-as metróról. Ugye Köki és Nagyvárad tér között, ma 17 órától ismét jár a metró. Úgyhogy remélem, az állomásokról próbálok sittet csinálni. Nem ígérem, hogy most ilyen nagyszabású videó lesz, mert hát gondolom, hogy ilyenkor hatalmas tömeg van, még most is pedig már jó 2 óra eltelt a hivatalos megnyitó óta, úgyhogy reménykedem, hogy most már talán kevesebben lesznek jobban tudok fotózni, videózni. Hát most elmegyek a Népligetig, ugye a Népliget ecseri pöttyös határút, meg Köki. Hát illetve a Köki az még nem ismer, ugye az állomás az már korábban fel lett újítva. Ott nem hiszem, hogy túl sok minden változott volna, de hát meg fogom nézni nyilván. Ugye az is része a most átadott szakasznak. Meg hát nyilván akkor metrózni is fogok. Hát akkor majd jelentkezek lentről. Igen, még érződik, hogy nem égadták át, mert azért száll még a pola levegőbe. Hát ez gyakorlatilag ugye csak színvilágába változott, egyébként ugyanúgy ugye két szélső pedon. Kijelzők újultak meg. És hát ennek meg kell belesni itt az alagútba is, bár még itt sok újdonságot nem fogunk látni, de ha már itt vagyunk, akkor nézzünk be. Hát a valódi változások azok inkább így úgymond a felszín alatt vannak. Ugye gépészeti berendezések meg, sőnődőnek a vízvel, meg ilyen ilyesek újultak meg. Az állomások azok így optikailag vagy eddig külsőleg mutatni. Viszont sokkal szebb az a színvilág, ugye a régi Eseri úti állomás az azért elég ilyen depis volt, meg ez a 8 szinten, ahhoz képest ez az új, ez nagyon jó. Hát most mondja, a metrók is ritkábban járnak, de hát az nekünk most nem baj meg. Most talán nincs még annyi tömeg. Na, és érkezik mindjárt, mert tudom, hogy ezzel elmegyek a határútig. Most aztán majd onnan fog visszafele jönni. Vagyis hát nem, és inkább elmegyek Kötiig. Akkor itt vagyunk Kökinél, hát sok minden nem változott. Akkor bemegy a Panda a fordítóba. És már ott van a másik indulásra készen. Túl sok minden szerintem itt nem változott. Ezért ugye nyilván az állomást ezt már korábban felújították, amikor még a pláza épült. És indul a Panda kifele. Átmegyek a határútra, aztán majd lefilmezem onnan is. És akkor a peronnak a másik oldala, ahonnan ugye Újpest fele lehet utazni közben. A vasútállomás mellettünk, és éppen megy el egy vonat. És ez itt az új kamera, ami ugye felújításkor került ide. Hát itt az új vágányhálózat is. Mindjárt jön vissza a Panda, de akkor addig egy kis gyors kitekintés ide a vágányhálózatra. Kihúzó is megújult, hogy nyilván itt az összes vágányt újra cserélték.
erre egy hirtelen nem emlékszem, mert azért nem jártam túl sűrűn erre fele, hogy volt-e itt mozgó lépcső, de úgy emlékszem, hogy nem volt. Tehát akkor ez is egy mondati fejlődés, hogy ide került egy mozgó lépcső. És itt vannak az új tájékoztató kijelzők is. Hát az indulás időpontját még nem írta ki. De innen csak Újpest központ fele mehet. És akkor kis kitekintés a peronra, innen is. És a vágányhálózat. Vasútállomáson pedig benne áll egy dezíró. Valószínűleg Lajos Mizsei, meg másfele dezírók nem szoktak menni. És akkor a következő vonattal irány a határút, azt is megnézzük. Üdvözlőjük utasainkat! Ez az M3-as metró Újpest központ felé. A határút következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Welcome on board. This is Metro Line M3 to Újpest központ. Doors will open on the left-hand side. Határút, az aluljáróból a bejárat, és szintén a ilyen másik feloldal itt lehet menni, és innen az átmászó folyosót azt eltüntették. A három vágány az megmaradt, nézem, viszont a dizájn az persze itt is átadott, és van lift, de mint látjátok nem működik. Lehet, hogy átadáskor működött, de most nem működik. Folyamatosan pittyeg. És ráadásul nem is hidraulikus, hanem hogyha megnézitek, akkor ez köteles lift. Pedig igen, ez egy kis magasságban, még a hidraulikusat szokták inkább, mert üzembiztosabb, meg egyszerűbb üzemeltetni, meg főleg áram, főleg a lefele menet nem is használ áramot. Csak az a hátrány, hogy nagyon lassú, de hát ilyen kis magasságnál ez nem. Emlékeztek, régen itt volt az átjáró, ahol ez föl lehetett jönni a peronról és egyből átmenni a másikhoz. Hát ez most megszűnt. Viszont akadálymentesítés itt megtörtént, hogy építettek liftet. És akkor a megújult dizájn. Utastájékoztató tábla itt is egyen. Ez az álmennyezet is. Mondhatni, hogy jól sikerült. És ezek nem tudom milyen minták ezek, de hát ide mennyi kílenek meg. Hát végül is elfér és jól is néz ki, hiszen megállom. És hát ugye akkor itt a peron, hát sok minden más itt nem lehet látni. Ugye a kijelzők azok itt is. Ugyanazok, hát ugye az egységesítés itt is megvan. Ami pozitívum, hogy épült lift. Az meg a negatívum, hogy nem működik. A másik oldalt is nagyon néz ki a peron, ott is ugyanaz a mintázat van. Úgyhogy végül is jót. És itt viszont ez azért nekem annyira nem tetszik, hogy itt simán itt hagyták az alagút tetejét, hát mondjuk egy álmennyezet azért ide is rakadtak volna, vagy hát valamit, ami ezt eltakarja, ezt a ronda betont, de végül is az egyik terhetetlenek. Ezek, hát itt a jelenleg nem működő lift, sőt annyira nem működő, hogy ilyen idegesítően pittyeg.
Hát ezt meg kéne nagyon javítani, és akkor mondom, hogy akadálymentesítés. Mert én nem is néztem, hogy a másik oldalt van, de biztos van valahol ott is lift. Szerintetek itt a másik lift, tehát. És ez még lehet, hogy működik is. Hát nem úgy néz ki. Szóval a lifteket megépítették, csak éppen működni nem működik. Hát emléletek előbb-utóbb ez majd javítva lesz, mert ez így tényleg semmi értelme nem volt. Ja, látszik, még itt van. Tetején, de minden ott van a mikrokontroller is igult alatt nélkül. És közben akkor itt vagyunk. Másik oldalt, hogy a mintázat, az itt, az itt is ugyanaz a falon. És a pedon is igazából ugyanúgy néz ki, úgyhogy itt nagyon más nézivaló nincsen. Ugye a középső vágány szintén megmaradt. És hát ennyi. Úgyhogy akkor szerintem határúti metró megállóról több mondani való nincsen, irány a Pöttyös utca. Pont ezek az idő alkalmatosságok, nem semmi. És azt nézzétek, onnan hiányzik egy burkolati elem. Ahogy ezt így hogy sikerült? És hát nézzük akkor meg, hogy néz ki a tájékoztatótábla. Az az új. Mutatja, hogy 6 perc, 18 másodperc ment el az előző szerelvény. Hát ugye a régi állomáson visszaszámláló volt. Hoppá, így itt akkor a középső vágányon is ezért 36 perc elment valami. Remélhetőleg azért visszaszámláló táblákat is visszateszik. Bár ezzel ez a tájékoztató inkább a metróvezetőknek szól, nem az utasoknak, azért számolja azt, hogy az előző mikor ment el. Na, megérkezett akkor a mostani, akkor irány a Pöttyös utca. Pöttyös utca. És akkor Pöttyös utca, hát nagyjából ugye azt a dizájnt kaptam meg, ami eddig is volt. Hát ezért valami kreatívkodás azért itt is lehetett volna, de mondjuk ahogy a Forgács utca mintájára ugye mondjuk pöttyöket kirakni, vagy akár ilyen túlródudis dizájnban megcsinálni, mikor az lett volna az igazi. Mondjuk a Pöttyös lenni az embernek egyből eszébe. Ja, hát a hirdetések azok persze már itt vannak. Hát ilyen szokásos. Utas tájékoztató tábla a metróhálózati térképpel. De itt nagyjából ennyi, viszont kíváncsi vagyok, hogy a felszín épületen mit tudtak művelni, úgyhogy ezt meg fogom nézni. De hát ugyanaz az egyen utas tájékoztatás, egyen állomás táblák azok itt is megvannak. De hát ennyi, viszont itt volt egy felszín épület, és amit szerintem gyönyörűen rendbe raktak, legalábbis ahogy így láttam néhány nappal ezelőtt, amikor nem volt teljesen készen, de már ugye nagyjából ki lehetett venni, hogy mi lesz belőle. Meg fogom működni. És ezek a ülő alkalmatosságok egyébként nagyon tetesek. Ilyen merev, ilyen gránit, nem tudom milyen anyagból van ez, de
De jó, vagy lapabíró, és hát ilyen metróállomás, vagy eszkalit, azért nem ücsödök az ember sokáig, csak addig, ameddig válasz el elvényre. Arra meg ezt tökéletes, meg kell mondhatni, az vandál biztos is. Tehát ez azért jó, elég kemény, tehát ez, nem ez az ötletes, és ezt jól tettek, tartom, hogy ilyeneket raktak az állomásokra, egyébként a határútnál is hasonló van. Ez viszont nagyon pofás lett itt. Ez a csarnok itt a fedett épületnél, forgalmi ügyelet és a két lejáró. Ezt nagyon jól megcsinálták, ezt. Mondom, ez. Hát akkor nézzünk itt is egy kicsit körül. Ugye azok az ilyen masszív anyagú alkalmazottságok. Utastájékoztató, hogy nyilván, hogy melyik irányba akarsz menni. Itt a két lejárat. A forgalmi ügyelet az ország jegypénztárként is üzemel. Közben odaként is cirél, ja, mentőautó, de már elment. Itt ilyen plexifal van. Na itt viszont vannak pöttyök, tehát ha már pöttyös utca, legalább a plexifalra tettek, bár az inkább az ilyen ne repüljön neki a madárféle. Valamit lakni kell rá. És ott a régi aluljáró, ahol át lehet menni az Üllői út másik oldalára. Itt van két jegyautomata is. És ha mindjárt megnézem kívülről az épületet. Hát az aluljáróval sokat nem csináltak, az látszik. Na, megyek, megmutatom nektek ezt is. Na hát így néz ki akkor az aluljáró. Hát ez nagyjából szerintem ugyanolyan, mint volt ezen. Olyan nagy változtatás nem volt, maximum kitakarították. És akkor is szerintem. Új és akkor bemondták a hivatalos tájékoztatást is. Már körülbelül 3 órája átadták a metróvonalat. Most így nem is emlékszem, hogy ez a szobor ez itt volt a felújítás előtt is. Bár szerintem itt volt, mert most újonnan miért helyezték volna ide, de úgy néz ki, mint amit most készítettek. És akkor így néz ki a metró megálló kívülről, csak hogy ezt is akkor meg tudjam mutatni, hogy szerintem amit ki lehetett belőle hozni, ahhoz képest nagyon jó lett. Ugye a régi formájában se volt jobb. Igazából kis egyszerű dizájn, de hát a célnak itt megfelel. Csak hogy nem mutassam az Ecsedi útnak a másik oldali felonját, és ez a szerelvény mindjárt kimegy. És itt van egy szolgálati helyiség. Most bemondják megint a tájékoztatót, és na itt viszont a spórolás az megvan, hogy ez sima gipszkarton. Mint a Pöttyös utcán is van egy hasonló, az is. Csak gipszkarton van. Hát ide normális falra nem jutott el, ezt utólag rakták be ide. Egyébként de a dizájn ugyanaz itt mind a két oldalt. És akkor jön a következő szerelvény, akkor irány a Népliget. Na, de viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit alkottak. És akkor Népliget. Ez viszont teljesen átalakult a régi dizájnhoz képest, eleve ez a szürkés szín van a zöld helyett. Viszont ugyanazok az ülőalkalmazottságok, azok ugyanazok, kijelzés, többi. Ugye ezek a, hát ez a mintázat, ez még akár, ezzel szerintem semmi baj nincsen, viszont szerintem azért itt meg lehetett volna tartani a zöld színt, bármelyik azt lehet, hogy csak én gondolom így, mert csak azért is majd 9. kerületben van, és igazából egy köpésre a Fradi stadiontól, meg a Fradi pályától, de hát meg hogyha Újpest Közközpont, vagy hát Újpest Városkapu az lehetett ilyen lila színű, akkor szerintem ezzel is lehetett volna nyugodtan zöld. Főleg, hogy eleve is az volt.
és itt viszont az alagút felesre spórolták le az álmennyezetet, mint a határúton. Tehát mondom, hogy ugye köki meddig, hogy a határúton azért jó, mondjuk megoldották, igaz, hogy nem működik a lift, de megoldották. Tehát szerintem itt is meg lehetett volna. Na meg ugye a Pöttyös utcán se volt megoldva, meg az Ecserén se, csak ezt elfelejtettem akkor mondani, de liftet oda se építettek. Pedig szerintem kellett volna. Főleg, hogy mivel ezek tényleg ilyen kéregállomások, tehát ilyen felszín közeliek itt, nem is lett volna olyan nagy probléma szerintem beépíteni egy liftet. Hát mivel igazából ennyi lépcső van ide, akár mit tudom, korlátliftet vagy bármi, tehát még akár itt egy korlátlifttel is meg lehetett volna oldani. Várjunk csak, lehet, mégis. Aha, beszélek én itt hülyeséget, hát itt a lift. Jó van, na, észlégy. Nézzél már körül, mielőtt azért beszélsz hülyeségeket. Na mindegy, ezt azért is benne hagyom. Sajátok, olyan fogom kivágni. És ez lehet, hogy még működik is. Nézzétek, ez működik. Hát akkor, na, akkor jó, visszavonom, akkor jó volt akadálymentesítés, akkor megvolt, akkor az előző beszólásom tártalan, és fel lehet menni a felszínre is, hogy most hol vagyunk. Aha, felmentünk az aluljáróra, akkor most, hogyha tovább megyünk, akkor feljutunk a felszínre. Na, mondott is valamit? Utána figyeltem, de mintha se lehet, hogy bemondott volna valamit, hogy hova megyünk. De ugye akkor egyre följebb, és igen. És akkor feljöttünk az utca szintre. És a másik oldalt is otthona. És egyébként nem is hozott rossz helyre, tehát itt korábban nem volt kiállat. És ugye ott van az egyes villamosnak a megállója, hát jó, tehát ezt még fogadjuk el akadálymentesnek, mert például itt végül is akadálymentesen el lehet menni, és ugye ott hát igaz, hogy az kerékpárú, de hát végül is egy mozgássérült is el tudott menni. Tehát a villamosig is eljuthat, ahol szinte járnak alacsony padlós járművek, tehát a egyes villamossal is mindkét irányba tovább utazhat, tehát ezt akkor elfogadom, hogy ez jó. Csak ez jól van megcsinálva. Itt vagyunk, na, akkor Ecseri út, itt fogom majd befejezni egyébként, mert innen tudok villamossal hazamenni. Hú, de nagy szél van itt az aluljáróban, úgyhogy itt nem is videózok, csak innen. Hát ezt a bejáratot az aluljáróban ezt megmutatom, de egyébként innen sok változott, itt se. Akkor annak körbenézek még egyszer, de mondom, hogy én itt liftet nem látok, tehát de most már az illatosabb, mert népjegetni is majdnem, ugye elmentem úgy a lift mellett, hogy észre se vettem, de azért itt megnézem még egyszer, hogy van-e, de hát mondom, szerintem itt nincs lift. De azért szerintem egy ilyen, vagy hát most egy felújítás utáni megállóba szerintem kéne tenni. Na és akkor ez a új metró megállókat bemutató videó, ez így hirtelen ennyi lett volna. Hát én körbejártam itt az Ecserit kétszer is, de önök liftet nem találtam, most már nem bízom véletlenre. A Pöttyös utcában most nem érek rá visszamenni, mert még haza is kéne érjek emberi időben, mert holnap reggel is elmegyek vonalat bejárni, itt a nagy nemzeti ünnep tiszteletére. De ha mégis van itt lift, akkor írjátok meg, hogy hol volt, de hát valahogy kétszer körbejártam és nem láttam, pedig ez is egy olyan kéregállomás, ahol igazából nem okozna szerintem nagy gondot beépíteni, ugyanúgy a Pöttyös utcánál sem. De azért mégis, hát ez most megint egy összeszedett videó lett, hát ott van az a villamos, amivel akár el is vehettem volna, de hát így akkor marad a következő. Úgyhogy akkor ezzel a snittel búcsúzok is, akkor sziasztok!